távol álljon tőlünk, hogy indokolatlanul szőrszálhasogatónak tűnjünk esetleg, de nem tudtuk nem észrevenni, hogy a Loch Nessi szörnyről készült fotók és videófelvételek kivétel nélkül mindig homályosak. Ez különösen azért érdekes, mert ma már vannak jó néhányan, akik kifejezetten azért táboroznak a híres nevezetes Skót tópartján, hogy a szörnyet lencse végre kapják. Ezért tehát vagy az van, hogy egyikük sem tud fotózni normálisan, vagy az, hogy mindig párás az idő és tönkreteszi a kamerákat. Vagy pedig Nessie képes arra, hogy zavarja a műszaki berendezéseket, amire amúgy legalább annyi az esély, mint arra, hogy létezik. Az első szemtanúknak egyébként még a mostaniaknál is nehezebb dolguk lett volna, ha bizonyítaniuk kell az észlelést, tekintettel arra, hogy a szörnyről szóló legenda már évszázadok óta kering. Legelső ismert említése Szent Kolumba 565-ből származó legendájában történik, amikor is Írország és Skócia védőszentje misszionáriusi tevékenysége idején megmentett egy embert a szörnytől. Bár a történet hihetősége kapcsán muszáj halkan megjegyeznünk, hogy egy másik legendában ugyanez a szent megöl egy vaddisznót kizárólag a hangja erejével. Akik próbálnak valamiféle reális magyarázatot találni a szörny felbukkanására, azok az úgynevezett erdei fenyő elméletet vallják többnyire. Eszerint, amikor egy erdei fenyő elpusztul és beleesik a tóba, lemerül a tófenekére és elkezdi kiereszteni a gyantáját, amely a fatörzs oldalára ragadva nem engedi eltávozni a bomlófában keletkező gázokat. Az így kialakuló gázhólyagok a fatörzset felfelé emelik, sőt akár a tó felszíne fölé is juttathatják. Végül a hólyagok szétrobbannak, a fatörzs pedig visszasüllyed a tófenekére. És aki ezt pont látja, a fatörzset simán hosszú nyakú szörnynek nézheti. Akár így, akár úgy, annyi minden esetre bizonyos, hogy Nessie létezésére sem az amatőr, sem a tudományos vagy annak látszó kutatások nem találtak cáfolhatatlan bizonyítékot. Bár ami azt illeti, ez a kijelentés az erdei fenyő elméletre is igaz.